Üdvözlöm az Egyetem TV és a nézőit. A Szegedi Tudomány Egyetem január 29. szenátusi ülésével kapcsolatban fogunk Borsik Viktorral, a Momentum ifjúsági szervezetének, a Momentum 10 nek szegedi vezetőjével beszélgetni. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én örülök, hogy itt lehetek. Mi volt a, a Free STE üzenet célja? Na kezdeném onnan, hogy mi egy ilyen akció kedvelő, akció szerető mozgalmi párt vagyunk, és az ifjúsági szervezetünk, a 10 is ilyen alapokon nyugszik. Tehát, hogy mi folyamatosan az utcai akciókban, az utcai politizálásban hiszünk. Ez egy figyelemfelhívó, figyelemfelkeltő akció volt. Próbálkoztunk mi számos úttal, indítottunk petíciót, elindultunk jogi utakon. Jó magam a NAI elnökéhez és az oktatási jogok biztosához is fordultam. Sikertelenek lettek ezek a, ezek a kezdeményezések próbálkozások, és mi minden eszközt megpróbáltunk megragadni a közös cél érdekébe, ami pedig az volt, hogy ezt a modellváltást megakadályozzuk. Ezért fújtunk föl a város számos pontján, Friesztélye feliratokat, ami a szabadság üzenetét hordozza, szemben a Fidesz hódító, az egyetemet bekebelező és szolgasorba döntő üzenetével és politikájával. Fontos leszögeznem, hogy ez az akció semmilyen jogsértést nem valósított meg, hiszen mi lemosható krétafestékkel dolgozunk, ezt az eső is egy nagyobb zuhé lemossa, tehát ezt azoknak üzenem elsősorban, akik rongálás vágyával illettek bennünket, vagy vandalizmussal, erről szó sincs, szeretett városunk szépségét nem akartuk ezzel elcsúfítani, ez a politikai véleménynyilvánítás kategóriájába esik. Mire alapozzátok azt az előfeltevéseteket, hogy a modellváltás károsan fogja érinteni a Szegedi jövőjét? A modellváltás a garanciákkal sem egy üdvözlendő dolog? Hát láthatjuk a közvetlen előzményeket. Ott az SZFE példája, vagy a Gödöllői Egyetem példája, mindenhol ez az, a, ahol ez az alapítványosítás, ez a modellváltás véghez ment létszám leépítések lettek, semmilyen többletforrás nem keletkezett, jogtiprások, a hallgatói jogok gyakorlatilag teljes felszámolása történt. Láthatjuk, hogy az oktatói gárdába is nagyon keményen, politikai alapon belenyúltak. Tehát ez, ez, ezek a közvetlen előzmények úgy gondolom, hogy elegendő fegyvertényt biztosítottak ahhoz, hogy skeptikusan és kritikusan álljunk ehhez a modellváltáshoz. Hogy ez a modellváltás garanciákkal működne-e, és nem, nem járna-e akkora veszélyekkel, ezt sajnos már nem fogjuk megtudni, hiszen például Szajbéli professzor úr előállt egy módosító javaslattal, amiben komolyabb garanciákat követelt volna. Róvó László válasza erre az volt, hogy elhallgattatta. Nem adott neki szót. Tehát az egyetem vezetőségének válasza a komolyabb garanciákra ez. Egy Bianco csekket fogadtak el gyakorlatilag. Ti azt állítjátok a közleményben vagy posztban, hogy hogy nem, le, nem egy üdvözlendő dolog, ha a Fideszes kuratórium lenne. Most tekint, tekintsünk el attól, hogy ki Fideszes, ki nem, de az, hogy kormányzati szereplő kuratóriumi tag lenne, vagy lehet, az ördögtől való dolog? Én úgy gondolom, hogy ez egy vörös vonal. Egy egyetemnek vallásilag, világnézetileg, politikailag függetlennek kell lenni. Teljesen függetlennek és autonómnak. Nincs helye ott fideszes volt polgármesterjelölteknek, meg fideszes pártpolitikusoknak. Ugyanúgy nincs helye ott ellenzéki pártpolitikusoknak sem. Tehát félreértés ne essék, hogyha esetleg kormányváltás fog történni jövőre, másfél év múlva, akkor mi nem visszafoglalni akarjuk ezt az egyetemet, meg ezeket az egyetemeket, hanem felszabadítani. Nincs helye ott. Kuhalmi Ágnesnek sem, sem Donát Annának, sem Novák Katalinnak. De valamilyen kormányzati szereplő nem szolgálhatja azt a, azt, a, azt a célt, vagy azt a feladatot, hogy a kormányzat, illetve az egyetem vezetése között koordináljon, vagy érted? pont azzal indokolják az alapítványi modellváltás, hogy ez majd függetleníti az egyetemeket az állami fennhatóságtól. És ugyanakkor pártpolitikusokat, ha úgy tetszik, kormánypárti politikusokat akarnak az élükre állítani egy olyan kuratóriumba, amelynek az összetételében semmilyen belaszólásunk nem lesz, és elmozdíthatatlan pozíciókat kreálnak, élethossziglan tartó pozíciókat. Ez egyáltalán nincs rendben, és ez nem kell ellenzékinek lenni, vagy kormánykritikusnak lenni, ez józan, objektív gondolkodás, elegendő, hogy ezt valaki észrevegye. Ti arra kértétek az egyetem szenátusát, hogy ne engedjenek a zsarolásnak. Ez ellentében megszavazták a, a modellváltásról szóló tárgyalások megkezdését, engedtek a zsarolásnak? Én, nekem volt szerencsém végigkövetni a teljes szenátusi ülést online. Ez egy olyan három és fél órás ülés volt, és eléggé megterhelő volt. Ez úgy nézett ki, hogy voltak egy részről a rektorudat, az egekig magasztaló szervilis felszólalások. Olyanok is elhangzottak, hogy a rektor úr maga Artur király és az Excaliburral fogja megmenteni itt az egyetemet. Szó szerint ilyenek hangzottak el. Rákosi meg Kádár idejében történhettek ilyen felszólalások. Meg elhangzott egy-kettő maréknyi kritikus, felszólalás, na hát azt a rektor úr egyáltalán nem tolerálta, és nagyon, nagyon méltatlan stílusban válaszolt ezekre a kritikákra. Hogy egyet szó szerint is idézzek, a jogi kar dékányának azt válaszolta, hogy ha ti erkölcsi, meg morális megfontolásból nem elszavaztok, akkor tudjál róla, hogy azok a források, amik eddig voltak, azok a jövőben nem lesznek. Ennél egyértelműbb zsarolásról bizonyíték nem kell, én úgy gondolom. Hát hogy, hangz, hogy hangzott ez a mondat? Meg mit jelent ez a mondat? Hogyha valakinek van erkölcsi, meg morális tartása, meg értékei, akkor az majd megnézheti magát, annak nem jár egy fillér se. Ilyen vezetőnk van. Te mire számítasz a modellváltásról szóló tárgyalások megkezdését követően? Valószínűleg ez a modellváltás be fog következni. Te hogy látod, milyen Jövőt fog ez hozni a Szegedi tudományétemre. Egyetemre? Látod, ez egy nagyon jó kérdés, mert nem most tudom. Íme, nem vagyunk jó sok. Mert ne hogy nem mi? tudjuk. Igen. És ez az egésznek a problémája. Látod, erre rátapintunk, hogy nem tudjuk. Nem tudják ők se ott a, ott a szenátusban. Nem tudják a diákok, nem tudják az oktatók. Teljes a bizonytalanság. Lehet itt uh, sötétebb jövőt vizionálni, meg kevésbé sötétebbet, de azt biztosan tudjuk, hogy itt most septébe Rövid idő alatt elfogadtunk valami tákolmányt, aminek, aminek nem tudjuk a következményeit, beláthatatlanok. Ez az egész folyamat úgy lett volna ideális, hogyha legalább egy évig tartó vita előzi azt meg, és minden részletet pontosan megismerünk, átrágunk, és azt a közvélemény is tudja véleményezni. Ez nem történt meg, hanem szinte csak hetek alatt kapdostuk a fejünket, hogy most száz évre ható történések zajlanak pár hét alatt, és nem látjuk a következményeit. Nyilván, hogyha borúsabban akarjuk ezt megítélni, akkor megnézzük az eddigi példákat, amiket már említettem, Gödöllőt, vagy, vagy az eszefét, ahol csupa-csupa negatívum és rossz példa sorakozik. Lehet, hogy a hallgatóknak a többsége ebből nem fog túl sokat érezni. Lehet, hogy több lett források jutnak majd az egyetemhez, és lesz új kollégium, mondjuk. Nem tudhatjuk, lehet, hogy lesz ilyen. De elég vészjósló, hogyha a jövő értelmisége, a ma egyetemistái megelégszenek azzal, hogy csak a saját pénztárcájukat vagy a bőrüket nézik ebben a kérdésben. És elegendő lesz az a jövőben, hogy mondjuk felhúznak egy szép új épületet, felújítanak egy-két tantermet, de igazából minden jogunk elveszett, és az egyetemi autonómia megszűnt. Nézzünk bizakodva a jövőben arról túl, tudom a nézőket, illetve téged is biztosítani, hogy azért ezt folyamatosan figyelni fogjuk, és figyelemmel fogjuk követni azt, hogy hogyan zajlik ez az egész modellváltás. Szerintem fogunk még ezzel foglalkozni, bőven ezzel a témával, akár a meccésból, akár a napfelben. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nagyon szépen köszönjük a napfel nézőinek a figyelmet. Sziasztok!